Kedves közönségünk, nagy örömmel üdvözlöm Önöket az Erdődi Kamarazenekar művészei nevében, itt a Bajnai Sándor Metternich kastélyba, és külön megtisztelő számunkra, hogy a Sándor család két tagja is ellátogatott erre a mai koncertünkre. Én azt hiszem, hogy ez egy történelmi pillanat most, nyugodtan állíthatjuk, hiszen ezen a helyen nagy valószínűséggel már több mint 100 éve ilyesfajta esemény, mint amit most fognak hallani, nem volt. Hiszen a kastély sokáig romokban állt, és csodálatos, ahogy most helyrehozták. Én egyébként egy kicsit bajnai érdekeltségű is vagyok, hiszen itt a község határában, a nagy őrhegyen van egy kis szőlőnk, és az utóbbi 30 évben figyelemmel kísértem, hogy fokról fokra hogy újul meg a kastély, és nagyon örülünk, hogy most itt lehetünk végre, és Önöknek zenélhetünk. Én mindig is azt gondoltam, hogy koncertteremben zenét hallgatni, az nagyon szép dolog, egy csodálatos új koncertteremben, de az egy kicsit feladatot ró a hallgatóra, hiszen egy modern környezetben mondjuk egy 200-300 évvel azelőtti zenét átélni, ez egy elvonatkoztatás kérdése, ahhoz egy kicsit meg kell erőltetnie magát a hallgatónak. Ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy vannak nekünk itt Magyarországon olyan csodálatos helyszíneink, amik korhűen helyreállítva ideális terepet adnak a kamarazene élvezetének, és azt hiszem, hogy Bajna ezzel a csodálatos klasszicista enteriőrével az egyik legméltóbb helyszín, ahol a koncert élvezetet magunkévá tehetjük. Ennek megfelelően hallgassák szeretettel azt a műsort, amely most a kastély újkorának időszakába vezet minket. Csupa olyan műveket választottunk, amelyek akkor keletkeztek, amikor ez a kastély új volt, és én úgy gondolom, hogy ezzel a helyszínnel a legjobban harmonizálnak. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kollégám begyantázza a vonóját, addig elmondom önöknek, hogy most egy olyan szerzőtől hallanak egy darabot, amely valószínűleg nem túlságosan ismert a legszélesebb közönség számára, George Onslowról van szó. Egy művét játszottuk már korábban, a tavalyi évben, többször is, és aztán rájöttünk, hogy hát ez annyira jó szerző, és egyáltalán nem értjük, hogy miért nem ismerik az emberek a darabjait. Most egy olyan darabját választottuk ki, ami még sosem hangzott el Magyarországon, úgyhogy önök lesznek az első fültanúi élőben, hogy hogy is szól ez a C-moll bonosodás. Thank you.
Thank you.
Thank you.